de elég abszurd, hogy egy 10 vagy 20 éves fiatal egy ortodox rabbival osztja meg a Sziget Fesztiválon az ilyen típusú dolgait. Nőnek is ugyanúgy vágy a szexualitás. A pornóval nem az a baj, hogy túl sokat mutat, hanem az, hogy túl keveset mutat. Az emberek ne használják egymást. Te zsebkendőt, belefújom az orromat, és utána eldobom. A homoszexualitás filozófiai értelemben semmiben sem különbözik a heteroszexualitástól. Hogy csak a szex miatt megházasodni az olyan, mint az ingyen mogyoróért megvenni a 747-es Boeinget. Nem biztos, hogy megéri. A lyukas lepedő tévhite arról szól, hogy a vallásos zsidók csak egy lyukas lepedőn keresztül élnek szexuális életet. Ez egy tévedés, mert például az egyik ajánlás a rabbik részéről az kifejezetten az, hogy lehetőleg ruha nélkül történjen, éppen a dolognak az intimitása és a egymás jelenti tisztelet okán. Durva általánosítás, amikor azt feltételezzük, hogy az emberek többsége boldog azzal az állapottal, hogy a szexualitást a házasság nélkül is meg lehet élni. Én azt feltételezem, hogy ez nincs így. Én azt feltételezem különben, hogy különösen a nők részéről nagyon nagy részben nincs így. Én azt gondolom, hogy nagyon sok boldogtalan ember van annak okán, hogy a szexualitás a szexuális forradalom révén nagyon sok közösségben, nagyon sok kulturális közegben egy testi kielégülés szintjére alacsonyodott le, amit a férfiak velük született természetüknél fogva talán kevésbé sínlenek meg. A nőknél, akiknél sokkal nagyobb az igény a lojalitásra, az elköteleződésre, az érzelmi kapcsolatra, azt gondolom, hogy nagyon sokan szenvednek ettől. A zsidóság hozzáállása a szexualitáshoz az mindenek előtt az, hogy ez egy olyan intim, fontos, szent része az emberi kondícióknak, ami nem csupán az örömszerzésről szól, hanem keretek között valamilyen mély az emberi létezés küldetésének a kiteljesedése. A legnagyobb probléma azzal, ahogy a nyugati popkultúra hozzányúl ez a témához, az az, hogy lealacsonyítja ezt a kérdést egy testi szükségletté. Hogyha valaki ezt egy testi szükségletként kezeli, mindenfajta elköteleződés nélkül, akkor ez óhatatlanul is lealacsonyodik, olyan, mintha az embernek ki kell mennie a mellékhelyiségbe, és ott el kell végeznie a dolgát, attól nem fog valahogy magasztosan gondolni arra a közegre, ahol azt a dolgot el kellett végeznie. A Talmud azt mondja, hogy a házasságon belül a szexualitásnak tulajdonképpen minden formája megengedett, akkor, hogyha ez nem jár magvesztéssel. Ugyanakkor a talmudi bölcsek adnak bizonyos ajánlásokat arra, hogy mi az, amit mégsem kifejezetten ajánlott csinálni, és ide tartozik az orális szex, az anális szex, és így tovább, de ezek inkább ajánlások, mint sem kötelező érvényű szabályok. Nem gondolom, hogy a szexuális szabatosság az feltétlenül a szexuális boldogsághoz vezetne, és hogy mindenki boldog lenne ettől. Én azt tapasztalom, hogy olyan beszélgetésekben, ahol tényleg mindenki őszintén beszél erről, és nem valamilyen kulturális vagy közösségi nyomásnak akar megfelelni, hanem és kifelé akar mutatni egy ilyen megfelelési kényszerből valamit, hanem őszintén beszél ezekről a dolgokról, akkor azt látom, hogy szexuális forradalom ide vagy oda, az embereknek nagyon nagy része nem boldog a saját szexuális életével, és nem csak, hogy nem boldog, hanem a boldogtalanságának általánosan véve, a boldogtalanságának ez egyik a fő oka az, hogy a szexuális életével nem boldog. Az egyik meghatározó élményem volt már a 90-es évek végétől, nekem, mint fiatal ortodox rabbinak, amikor a Sziget Fesztiválon létrehoztuk a Zsidó Sátor nevű sarkot, vagy sátrat, és ott felállítottuk a rabbi tanácsa 10 forintért standot, ahol bárki oda jöhetett a szigetlakók közül, és kérdezhetett a rabbitól 10 forintért, és hát egyrészt az volt döbbenetes, hogy milyen sokan jönnek oda kérdezni, tehát amikor még tényleg mindenébe kimentem, akkor gyakorlatilag déltől évfélig megállás nélkül sorba álltak az emberek, és volt, aki mindenébe visszatért. És mi volt a legérdekesebb fölismerés a számomra, hogy egy olyan helyen, ami tulajdonképpen a szexuális szabatosságnak egy szimbóluma, az emberek többsége, amikor leült a rabbival beszélni, olyan emberek, akik nem zsidók,
akik tudták biztosan, hogy én nem ismerem az ő barátaikat, én nem fogom elárulni az ő titkaikat, mert nem is tudnám, mert nem tudnám kinek. Ezek az emberek az első vagy a második kérdés után, amikor látták, hogy itt tényleg lehet őszintén és komolyan beszélgetni, mindig a szexuális életükkel, vagy a párkapcsolati életükkel kapcsolatos dilemmáikat, boldogtalanságukat osztották meg velem. Ami számomra azt mutatta, hogy van egy kép, amit kifelé mutatunk, és aztán van belül valami, amiről ritkán beszélünk őszintén. Nem is nagyon van kihez beszélni őszintén. Elég abszurd, hogy egy 10 vagy 20 éves fiatal egy ortodox rabbival osztja meg a Sziget Fesztiválon az ilyen típusú dolgait. Ez számomra azt erősíti, azt a világképet erősíti, amit vallok, hogy az a szabály nélküliség, útmutatás nélküliség, ami ezzel a témával kapcsolatban van, az nagyon sok boldogtalan emberhez vezet. A szexualitás, a zsidó vallás szerint az emberi örömök, megengedett örömöknek is része. Olyannyira különben érdekes módon, hogy a talmudi irodalom részletesen belemegy abba, hogy a férfinek milyen kötelezettségei vannak a feleségével szemben, el kell látni a ruházattal, élelemmel, és így tovább, és el kell látni a szexuális élettel. Ez egy olyan öröm, ami a nőnek is a sajátja, és itt most beszélünk egy olyan törvénykönyvről, ami több mint 2000 éves. Tehát a célja a szexualitásnak részben a gyermeknemzés, de nem kizárólag, hanem az emberi örömszerzés is. Milyen keretek között, egy házasságon belül, semmiképp sem házasságon kívül vagy házasságtöréssel, és ezen belül is vannak szabályok, ami a legjellemzőbb szabálya, és talán a legismertebb szabálya a házasságon belüli szexualitásnak, az az, amit úgy nevezünk, hogy NIDA. A NIDA a szétválasztás időszaka, ami vonatkozik a menzesz idejére és az azt követő úgynevezett 7 tiszta napra, amikor is a férj és a feleség külön válnak egymástól, nem élhetnek, nem érintkezhetnek szexuálisan, sőt, aki ezt nagyon szigorúan tartja, egyáltalán nem érintkezhetnek, tehát nem is érinthetik meg egymást. Mit eredményez ez? Részben eredményezi azt, hogy az egymás iránti érdeklődés eléggé újra táplálódik, és az a fajta fatig, ami az embert ugye nagyon sok házasságba, az egymásba való beleunásba, egy szexuális beleunásba tud kibicsaklani, ezt megelőzi. A másik oldalról pedig a házas életnek, vagy a házasságnak egy másik nagyon fontos pillérére teszi ez időben a hangsúlyt, ez pedig a szellemi vagy intellektuális kapcsolat. Ugye annak okán, hogy a testi kapcsolat ilyenkor korlátozódik, akkor szinte rá vagyunk kényszerítve arra, hogy az intellektuális kapcsolatot egy kicsit felerősítsük. Ugye ez egy nagyon praktikus és nagyon hasznos szabály, ami azt a fajta két értéket, vagy két pillért, ami a házasságot fenntartja, a tűz és a víz, az emocionális, érzelmi része a kapcsolatnak, és a szellemi, intellektuális része a kapcsolatnak, ezek között a balanszot jól meg tudja adni. És a másik oldalról pedig meg tudja teremteni azt a frissességet egy házasságban, akár 10-20-30 éves házasság után is, ami a szexualitás terén azért el szokott múlni. Azt gondolom, hogy minden szabály betartásnál az embernek a saját fegyelme az igazából saját magán múlik. Sokan gondolják azt, hogy manapság, úgymond, amikor egy olyan világban élünk, ahol minden szabálynak a megkérdőjelezése az része az alap kulturális hozzáállásnak, ott az emberek nem igénylik ezeket a szabályokat. Én azt tapasztalom, hogy a saját közösségemen belül is, és világszinten is, hogy egyre többen ismerik föl saját maguktól, hogy azok a hagyományok, amelyek kivesztek a zsidó családokból, és amelyeknek nagyon fontos része volt akár a szexualitással kapcsolatos szabályok és hagyományok is, azok egyre inkább visszatérnek. Egyre többen fölismerik azt, hogy ezek a szabályrendszerek, ezek nem véletlenek, ezek mellé egyrészt tartozik egy sok ezer éves emberi bölcsesség, a tapasztalatból is nyert emberi bölcsesség, másrészt pedig a szabadság, amelyet mindannyian annyira áhítunk, annyira szeretnénk, az nem a korlátok és a szabályok nélküliséggel egyenlő. Ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy az igazán szabad ember az, akit semmilyen fajta szabály, semmilyen fajta korlát, semmilyen fajta keret nem korlátoz, az körülbelül olyan, mintha azt mondanám, hogy az igazi szabadság az az, hogyha egy kajakban vagy egy kenuban a tengeren, az Atlanti-óceánon vergődök iránytű nélkül. Ugye? Ez a teljes szabadság. De valójában a szabálytalan vagy a szabály nélküliségnek börtönében lenni,
és az iránymutatás nélküli, szabály nélküliségnek a börtönében lenni, az sokszor sokkal inkább elveszi a szabadságomat, mint hogyha tudom azt, hogy van egy szabályrendszer, ami folyamatosan az élet minden területén újra és újra emlékeztet engem arra, hogy mi is a célom a létezésemmel, és újra lehetőséget ad arra, hogy ezt a gyakorlati életben, a mindennapi életben is megéljem, és ezzel gyakorlom a szabadságomat, gyakorlom az emberi szabad választásomat, hogy nem csak céltalanul vagyok ebben a világban, hanem minden nap újra és újra ezt az utat választom. Ez az igazi szabadság. És én azt látom, hogy ennek egyre inkább fölértékelődik a jelentősége. Különlegesebbnek, vagy nem hagyományosnak mondható szexuális kapcsolódásokban, legyen itt szó orálisról, vagy anális szexualitásról, az a nehézség gyakran, hogy egyrészt ebben nem feltétlenül jelenik meg a másik személynek a tisztelete. Gyakran ez egy olyan gondolkodásnak az eredménye, hogy mi az, ami még belefér